Voltam megnézetni a sérvemet múlt héten. Azt mondta nekem, hogy ne dolgozzak ennyit, mert emiatt jön ki ez a szar. Azt te milyen orvoshoz jársz? Hát ide tudod, itt a Móricsa, itt a Kovácshoz vágod. A Kovácshoz? Aha. Ja tényleg, hát a Kovács nekem is azt mondta. Húbbad meg. Akkor ígyunk valamit. Hát de most te jössz még. Hát mondom, hogy a Kovács azt mondta, hogy ne dolgozzak. Hát ezt nekem is azt mondta. Akkor ígyunk. Akkor menjünk. Akkor ígyunk már meg valamit. Hát de te figyelj ma. Ha iszunk, attól nem lesz rosszabb a sérvünk. Hát, hülye vagy te, kölyök. Na, látszik ez a két hónap közöttünk, öcsém. Na, milyen rötkös a lábad? Mutasd, de hogy meg nem mutasd, mert megfullok itt neked. Mi az, hogy a sérvünk jobb lesz? Hát akkor lazítunk. Hát tudod, állsz, és akkor csináld a két kezeddel a munkát, akkor befeszül a sérve. De hogyha leülsz, megiszol, ennyitől lesz sérved. Na, hát akkor felváltott csináljuk, felváltott kézzel. Vagy majd te italsz majd, hogyha fáj. Na, most Viktor, menjünk. Béla, gyertek inni. Menjünk. Hova megyünk? Vége a munkaidőnek. Hát hova, meg? Hát szerinted hova? A legközelebbibe hát, menjünk. Elsikém rám mindig számíthatok. Jutalom a nap végén, hát srácok. Megdolgoztunk érte. Meg, azt kell mondjam, most úgy kivételesen, úgy, tényleg most jobban amúgy, mint bármikor, úgy érzem. Hát én beletettem apait, anyait ebbe a mai építkezésbe. És lehet kiveszik egy hét fizetett szabadságot egyből. És amúgy én is ezen agyalok mostanában. Ránk félne, nem? Ránk. Na ugye. Ránk, ja, ránk. Jóból is megállt a sok. Na, Rezső. Na, virradj már. Rezső. Na. Egészségedre. Egészség, barátom. Egészségedre. Azért ma ebből megiszunk, hogy hatot, nem? Kezdésnek. Korán kell hazamenned? Kezdésnek. Viktor, az asszony nem hiány... Anyukád nem hiányol otthonról? Hát nem is tudom, hogy érdekes érdekel amúgy. Elsőnök a munka. Erre iszunk ma. Valóban. Jégkrémes dobozban nem tudnátok hozni nekem egy kis pörköltet? Hozott asszony otthon rottyogtatja. De szóla! Gondoljátok már este hozzám is átgyűjtek, van egy jó pár cinúra valóm. Innen minek, hol mennél innen? Hát dolcsóbb. Pálinka, tettem a azért banin. Sört vegyél nekem, nem keverem. Jó van, jó van. Három pálinka után én vagyok ott a fejnek. Ennek a sörnek kihúzási íze van. Én vizet csak fűzésre használom. Milyen? Vizes. Vizes? Én abban csak fürödni szoktam. Én hazamegyek, nekem egy óra kell a fürdéshez, fél óra mire felkészülök, hogy víz fog élni a testemet. 5 percig benn vagyok, utána meg még egy 20 perc dráma, mert hát vizet használtam. Hagyjál már vizes ideig, de víz, hagyjál már. Na, amúgy már beszéltem a főnökkel. Mit mondott? Kinevezett műszakvezetőnek. Jaj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 
az még hónap. Hát én bevállom az egész napot. Jó, akkor te egész nap? Én egész nap. Bevállal? Akkor téged majd figyelek, jó, majd melletted. Jó. Jó? Akkor együtt csináljuk. Nem szesztázok. Két ásás közben egy sör. De inkább a lényeget beszéljük, mert hány sört vigyünk hónap? Mármint, hogy hányra kesszel vigyünk hónap? Akár, érted? Hát, a nehézségi fokozaton múlik, érted a munka a mennyiségtől, mennyi sör kell. Jó van, csak azért tud, hogy ha velem beszélsz, akkor nem sörökről, hanem tálcákról beszélgetünk. Tálcák. Jó napot! Napot! Na, megitták már a sört? Milyen sört? Ha milyen sört? Hogy jön milyen sört? Amit megbeszéltünk. Két sör jár mára. Ja. Megcsinálták a munkát? Ha majd jóra elkezdesz vagyunk vele. Az igen. A hónapit is megcsináltuk. Soha el se kezdtük. Viktor? Én sem nem isok. Na, egy kólát. Beteg vagy? Valami édeset. Ha beteg lenne, akkor inna. Igazad van. Édes. Egy szőke kóla, jó szőke lesz. Szőke kóla? Jó lesz. Jó lesz szőke kóla. Én le tudnék csapni 4 centiset is. Na, mit? Pálinkát. Pálinkát? Én egy vádát létszik. Keserű legyen? Persze, ha. Ébren van? Legújítottam már egy pálinkát, de főnök tudja, a műszakvezetőnek lehet egyben munka után, nem?
Ja, de az holnaptól van. Ó, gyerekek, holnap után el kéne dönteni, hogy megyünk el a szállára. Ahogy? A biciklivel. Hát, jó, van. Messze van, te nem? Fiatalabb vagy két hónappal, elmondtam már nekem, már nem úgy megy, mint neked. Ha itt az üzemanyag. Mondjuk amúgy van igaz. Azért rajtunk az élet, már hagyott nyomot. Na azért én már a főnököt azért ismerem már jó fél hónapja. Na azért tudom a határait, érted? Most neki nem fog nagyon tetszeni, hogy mi elmegyünk a százára most őrüngeni, ha megy a hármas meccsen. Hát azért jobban nyomja, hogy megy egyes meccsekre jár. Hát más szint, azért a nekünk amikor... oda születni kell, mert nem mehetünk. Amúgy jó, bocsánat, jól elverte legutóbb a múmezőt, most nem tudom, hogy lesz amúgy kiskorul az házán, mi lesz? Nem tudom. Kíváncsi leszek amúgy. Kemények azok a pocsai srácok. Kemények. Én, de legrosszabb esetben megfürgelgetjük a bírót. Azzal sose lehet mellé nyúlni. Jó, bazd meg múltkor izével. Hogy is hívják? Sanyi. Ja, Sanyival megváltunk múltkor a bírót. A fogatlan, nem? Ugye? Ja. Az igen. Mondja, jó van, nem fogatlan, van két foga felül, meg ja, egy lent a mutatóga, igen. Ja, azért van neki. Ja, de ahogy legutóbb is megváltuk hátul a bírót amúgy. Ja, de okos volt, mert előment ki. Te, ettől a egy tárcától boldog leszel? Figyelj, de testvére már, nekem az így nehezen fog menni. Na, most érted, itt vagyunk, sziasztázunk munkaidő közben, az még a sört is megvonják tőlünk. Fel is mondok lehet. Fel is mondasz? Még egy kis tablettásból kéne. Nem gondoljátok? Tök kannás, az igazi jó, 2 literes. Amúgy azt mondom, keverni is jó, amúgy igazad van. Egy kis kobrát kéne még venni hozzá, nem? Na, akkor mondom a tervet. Oda megyünk a főnökhöz. Igen. Megmondjuk, hogyha munkaidő közben megvonja tőlünk a sört, a fizetségünk mostantól 2 tálca sör. Jó van! Megérdemeljük! Meg! Te nem kapunk 2 tálcával, csak mi? Te nem! Csak ti! Te nem! Hú, bezve! Gyakornokok még nem kapnak, ezt már nem lehet bírni. Nem tudom, ez mit jelent, csak mondtam, hát, jól hangzott. Meg nem, azért még egyszer meglátlak ilyen rikító stikóba, összehúzlak. Ha mi bajod van vele, Hegeizó? Belehúzlak a betonba. Jó van, suká gyerek vagy, csak hülyéskedek, tudod. Te beszélsz abban a rikító felsőbe? Meg azzal az izéd? Lapátot miért hoztad el? Anyukámtól kaptam, make a bantan. Lapátokat miért hoztad el? Lapátokat, ingyen, nem tudom, vagy eladom. Ezt a főnök meglátja, hogy ott van fejeden 2 lapát? Mi szólhat hozzá? Főnök nem látja meg. Ja, na, igyatok, mert azért nem... De akkor ki mondja meg a főnöknek? Ne, itt megint inni akartok? Hogy fogtok itt dolgozni? Na, Laci, mit beszéltünk? Mi újság van, Lacikám? Semmi, főnök, minden rendben van, mindjárt megyünk vissza dolgozni, mert jó van. Készülnünk kell. Tudja, mi lelkiismeretesek vagyunk. Lelkiismeretesek vagyunk. Janikám? Semmi. Félrecsúszott ez a sapka. Főnök. Ja. Megyünk vissza dolgozni, én szorgalmas vagyok. Annyi volt a napon, tudja, hogy már azt se tudja, hogy áll a sapka. Annyit dolgoztam, mint eddig az évben összesen nem. Vigyák a sört, aztán utána, munka után még jön a kettő. Rendben. Új, akkor húzzátok, azt menjünk. Viszont látás. Látásra. Többé. Mekkora pofád volt? Ezt most meg már itt ülték húsba. Nekem volt nagy pofám, mert te hozzad fel az egészet. Ha azt mondtad, hogy lerendezed a fizetésemelést a főnökkel. Én ilyet nem mondtam, szóval... Még annyi, hogy a betonkeverőt lekapcsolták? Laci tudja. Béla! Lekapcsoltad? Laci láttam ott utoljára. Én szóltam Bélának, Béla meg szólt Rezsőnek, hogy kapcsolja le, de Rezső meg Viktornak szólt. Rezső, mit csináltál? Lekapcsoltad? Maga lekapcsolta? Mindjárt fel kell, majd visszamegyünk aztán pihen, majd. Pihen? Vagy sziasztázik? Sokat dolgozok ma. Sokat dolgozok. Na jó van, én visszamegyek, megnézem, hogy le van-e kapcsolva, jó? De úgy legyen, hogy fel van kapcsolva. Mert nincs sör. Akkor lehet, én mennék előbb megnézni. Na jó van, gyerekek. Mondom a haditervet. Mindenki nézze ki magának a legszimpatikusabb gépet. Tudom, hogy nagyjából nem tudja senki, hogy mi micsoda, meg mit, hogyan kell csinálni. A lényeg, hogy minden színészi munkát és erőt bele kell tenni ebbe az elkövetkezendő 2-3 percbe, mert itt lesz a főnök és végig fog minket nézni, úgyhogy erígy Viktor, te is, mit tudom, hogy hívnak? Én megtaláltam a legszimpatikusabb. Béla, gyerünk! Jelentem, eddig a tervek szerint haladunk.
Te nem csináltál most semmit egész, mit csináltál most? Kettő cserepet pakoltam. Én hármat pakoltam. Mi az itt van? Menjek ki dolgozni. Igen? Menjek ki dolgozni. Egész héten többet dolgoztam, mint te. Takarodjál kifele. Műveletlen hülye gyerekbe. Hülye gyerek. Meg te! Ne is gyere, nem akarok látni, holnap a szemvelére kerülje! Te erre mondja nekem a rendőr, hogy fújjon bele abba valami vizébe. Honnan fújjon, majd én a füstöd max, amit szívok a cigibe. Ah, nem! Jó, megmondtam azért neki, nem? Várom, neked mindig olyan jó történeteid vannak. Ja, jó van, Nasika, kapsz még egy sör majd tőlem. Jó napot, főnök! Nagyjából készen is vagyunk. Na, nézem. Napi norma megvan, hát két csörér én is segítsálta volna. Miért állottad ott keresztbe? Na mindegy, kitámasztja. Jó van. Kinevezett engem műszakvezetőnek, tudja? Aha, holnaptól. Én azóta nagyon nagy királynak érzem magam amúgy, azóta minden mások, azóta jobban megy a csapatmunka is, tudja? Alá tudom támasztani. Mik az erősségek? A csapatmunka. Azért, hogy a csapatmunka jobb, meg minden, azért ennek van ára is. Hát ja, két csör. Két tárca sör mostantól. Mi? Nem alkuszom. Miért? Azért ma is oda tettük magunkat főnök, ne mondja választok. Hát jó, hát azért vannak hiányosságok. Holnap is vannak főnök. Hát holnap pihenőnap van, Jenőkém. Milyen pihenőnap? Ha van vasárnap. Mit keresnek maguk itt? Na, dobjátok el ezt a szart, ezt húzni. Jó, ma ingyen dolgoztak. Köszönjük. Miért nem tudod tájékoztatni, hogy ma vasárnap van? Hát nézze meg a naptár. Hát nekünk egybe folyik. Mit?